Egyszer már interjúztunk a Bagosi Brothers tagjaival, úgyhogy most kicsit bonyolítunk a helyzeten, és megkérdezzük a rajongóikat, hogy ők mit kérdeznének a zenekar tagjaitól. Gyertek, és tartsatok velünk! Sziasztok, mit kérdeznétek a Bagosi Brothers Company-tól? Hogy azt kérdezni, hogyha választanák egy Tarantino filmet, aminek megírják a zenét, akkor melyiket választanák? Kill Bill a Tarantino, ugye? Igen. Abban nem írnék. Melyikbe írnál? Hát jó, de nem tudom, hogy melyikek ezek. A Texas, szeretem ezt a kalapos, lovaglós filmeket. Igen, ez a... Várjál, abba igen. Hateful Eight, azt hiszem, hogy van magyar, hogy van... Egy kicsit átírnám azért rendezésileg, de azt abba írnénk dart, igen. Én a Kill Bill-be is írnék. Melyik számot szeretik a legjobban, mint sajátjuk? A legújabb. Most álljunk össze, nem tudjuk még, hogy ez a címe, de ez lesz, reméljük. Én a királynémat szerettem a legjobban, és előadni is. Én azt kérdezném meg tőlük, hogy mire vezetik vissza egy másodfokú polinom reciprokának az integráját ahhoz, hogy megkapják a görbe alatti területet? Egy jókor fröccsre. Én az segít mindig segít, bármi baj van. Nagyon rossz voltam matekből sajnos, úgyhogy nem tudnám visszavezetni. Norbival tartok. De mit kérdeznél a Bagosi Brothers Company-tól? Én azt kérdezném tőlük, hogy mi a horoszkópjuk. Bika. Szeretnek-e Szegeden lenni? És hogy mikor jönnek megint Vajdaságba? Nagyon várjuk őket. Szeretünk hát, és... Nagyon szeretjük, barátaink is élnek itt Szegeden, úgyhogy járni szoktunk akkor is, amikor nem csak koncert van. Egy nagyon-nagyon szép város, meg nagyon pezsgő az élet, úgyhogy ez ilyet mindig szeretjük a nagyvárosoknak. Hogy mikor megyünk? Vajdaságban reméljük, hogy minél hamarabb. Így van. Hogy bírják ezt a fesztivál szezont, mert az elég sok koncerten ott vagyunk? Nagyon jól. Vártuk már, mit tudom, 2-3 éve, hogy legyen újra igazi fesztivál szezon, úgyhogy most turnébuszban, meg színpadokon élünk. Kázi régóta ez az első év, hogy fesztiválok vannak, úgyhogy mármint, hogy visszatértek a fesztiválok az eredeti medrükbe, úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, és nagyon-nagyon szeretjük a fesztiválokat. Miből ikletik a számaikat, szövegét? Miből jön az iklet? Ezekből a pillanatokból? Nem, mindenféle jóból, meg rosszból. Igen, amúgy az összes élet által szült pillanatból, úgyhogy azokat próbáljuk dalba foglalni. Nyilván a fesztivál szezonok is amúgy egy nagyon jó ihletforrások, de amúgy Norbi inkább az elcsendesülős, belülgondolkodós típus, úgyhogy legtöbb esetben amúgy a tábortűz körül jönnek a legjobb ihletek. Hogy bírják ezt a sok koncertet? Még mindig ugyanúgy, mint a fesztivál szezon. Nagyon jól. Ez egy tényleg a tavasztól őszig egy olyan periódus van, amikor erre készülünk, amikor ezt tölt fel, erre vágyunk, ezt szeretnénk, amikor január-februári csendes téli hónapok vannak, akkor ezt várjuk és erre készülünk, amikor nyilván már ősz vége van, akkor azt várjuk, hogy mikor jön az elcsendesülő őszi pillanat, amikor az új kreatív dolgokat tudunk foglalkozni, mint az új dalírás, dalszerzés, hangszerelés, felvétel, úgyhogy minden az év el van osztva és különböző időszakban különböző dolgokra vágyunk és csináljuk azokat. Milyen zoknit hordanak ilyenkor? Egyszerű. Hát a koncerten mindig fekete magas szárú zokni, mert hogy újabban a nadrágokat mindig úgy csinálják, hogy nem ér le a cipőig, és akkor azért, hogy takarjon, ezért mik azok a dizájn? Hosszú szárú fekete. Csak azt szeretném kérdezni, hogy van egy számuk, az Óriások, és azt sose játsszák, hogy miért? Nekem egyik kedvencem. Szeretném hallani. Amúgy szoktuk énekelni az Óriásokat, többnyire inkább úgy éreztük, hogy a közönséget inkább ez a lassú és a mély mondani valója fogta meg az Óriásokban, az embereket, ezt remélem értető, ahogy mondom. És emiatt inkább a lassú, ültetős, akusztikus koncerteken szoktuk játszani, de olyankor meg abszolút szerves része a repertoárnak. Mi a kedvenc ételük, azt mondjuk megkérdezném. Sőtestán. Jaj, hát az a baj, nekem nincsen semmi kedvencem, de mondjuk legyen a gulyás például. Nem, amúgy vicceltem, nem a sültestál, ez csak egy ilyen belső humor, de a tudom, hogy nem hangzik jól, de a... Víz. Az a tuti. Nekem az örmény hurutos leves. Nagyon rosszul hangzik, és a színe se szép, mert zöld, de nagyon-nagyon finom. Ez nálunk otthon egy specialitás. Azt kérdezném tőlük, hogy izgulnak-e a fellépések előtt?
Hát inkább amiatt szoktunk izgulni, hogy minden rendben legyen. Amúgy az izgulás nem szokott már téma lenni, inkább egy ilyen pozitív druk, egy ilyen maga az adrenalin tölt fel, mint sem az, hogy elkezdünk izgulni. Mi motiválja őket így a sok fellépés közben? A zene. Tehát egész egyszerűen azt csináljuk, hál' Istennek, és nagyon hálásak vagyunk ezért a közönségnek, mert nélkülük ugye ez nem jöhetne létre, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, és igazából ez motivál. Tehát a zene iránti szeretetünk, meg a közönség iránti szeretet, és ez az egész családos dolog, ami kialakult. Megörülünk, hogy a közönség vevő arra, amit csinálunk, úgyhogy igazából ez egy ilyen teljes egész. Mi szeretünk zenélni, ha a közönség szereti hallgatni, amit csinálunk, akkor ez így egy egész, úgyhogy ez is motivál, de amúgy nyilván az önmagunk kifejezése is egy nagy szerepet játszik ebben. Hogy vannak ma? Erősen jól. Nagyon-nagyon jól. Amúgy pont a múlt heti volt az egyik legintenzívebb turnénk, akkor volt a legtöbb kilométert megtett hétvége, az idei évből voltunk Kolozsváron, meg onnan másnap vissza Balatonra, úgyhogy volt két nap pihi, úgyhogy ez a mai nap így abszolút rá tudtunk készülni, meg újra visszacsöppenni a fesztivál életbe, úgyhogy nagyon jól vagyunk. Én azt kérdezném tőlük, hogy amikor a tömegben néznek, akkor így látnak arcokat, vagy csak néznek előre a semmibe? Mindig kíváncsi voltam erre. Én nagyon sok arcot látok, sőt, még szoktam szemkontaktust is létesíteni, meg folyamatosan nézem, hogy ki hogy érzi magát, és nagyon örülök, amikor észreveszi valaki, hogy amúgy pont őt nézem, úgyhogy amúgy én szoktam, meg arcokat is látok. Én ritkán. Én nem igazán. Én az ember tömeget nézem. És vannak pillanatok, de mondjuk mindig egy jó... Tehát nagyon, nagyon kevés koncertem van az, amikor erre kap valami, ami aztán tovább úgy fel tud tölteni, de alapvetően nagyon sok olyan embert látok, akivel együtt vagyunk ebben a hajóban, együtt tevezünk ebben a hajóban, és ez óriás, óriás jó érzéssel tölt el. De alapvetően nincsenek egy-egy arcok. Sőt, hogyha túl sokáig néznék egy arccal, az engem elkalandoztat, és akkor elfelejtem a szöveget, meg kikerülök abból a színpadi állapotból, amiben lenni kell ahhoz, hogy elő tud adni azt, amit csinálsz. De az én arcomat szokta látni. Azt igen, közel vagyunk, igen. Akkor egymás arcait nézitek. Az én kérdésem lenne az utolsó, akkor, hogy van olyan fesztivál történetek, vagy bármilyen történetek, ami így a rajongókkal kapcsolatos? Igazából konkrétan olyan, hogy a rajongókkal kapcsolatos nincs, azt tudnám kiemelni, hogy például én gyakran szeretek kijárni, fesztiválozni koncert után, de akár koncert előtt is. Ma is kimentem megnézni a 4S Streetet, nyilván ők még Gyergyó Szemmiklósiak is ráadásul, meg a Karzonkómát is elcsíptem, és ilyenkor álszent lennék, ha nem aztán látom, amikor a közönségből valaki így látja, hogy tegyük fel, tudja, hogy majd én is a színpadra állok, és szerintem oda jönnek, és szólnak egy-két kedves szót. Nekem inkább ilyen fesztivállal kapcsolatos élményeim vannak. Meglepődtél? Igazából bármi, amilyen a rajongókkal kapcsolatos. Gondolom, hogy titeket azért sokszor megtalálnak a rajongók. Nem, például, ami leginkább eszembe jutott, van egy olyan nótánk, ami még nem jelent meg, és a Budapest Parkban játszottuk el először, ugye? És ez most idei friss sztori, és az utolsó alkalommal már a refrént énekelték velünk együtt, és ez nagyon-nagyon jó érzés, hogy annyira gyorsan elkapják a vonalat, meg a szállat, meg a lelkületet, lendületet, hogy már egyből tudják velünk csinálni, és együtt énekelni. Hát köszönjük szépen, fiúk, hogy válaszoltatok a kérdésekre, és köszönjük szépen a nézőknek is, hogy velünk tartottak. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!